és Stephen King szavaival élve, az írás nem pénzkereset, nem arra szolgál, hogy híresek legyünk, randízzunk, lefektessünk valakit, vagy barátokat szerezzünk. Végsőjük soron gazdagabbá teszi annak életét, aki olvassa a munkánkat, és gazdagítsa a saját életünket is. Magamról egy kicsit pár szóban. Főiskolán kezdtem el blogolni, akkor kaptam iskolai feladatként, hogy csináljak egy blogot, akkor csináltam meg a Popcorn Zónát. Eredetileg csak trélereket tettem fel, hát meg után közöltem pár idézetet, ilyesmi, aztán kezdtem el komolyabban blogolással foglalkozni, de nem is ekkor, hanem pár évvel később megszületett az Ismerkedem blogom és pár vers. Ilyen szerelmi csalódásnak köszönhetően próbálkoztam ezt az Ismerkedem könyvet kiadni, és könyvként kiadni nem sikerült. Hát igazából nem vagyok sikeres író se, blogger se. Vannak különféle blogfelületek. Először erről szeretnék beszélni. Biztos ismeritek a Café blogot, a blog.hu-t, vagy a Reblog, WordPress, Blogger, Blogspot. Ezek mind arra szolgálnak, hogy írjunk, blogoljunk. És a Café blog az női blog, felett inkább a blog.hu az férfinak szóló tartalmak, de beszéljünk a lényegről. Tehát Orovec Nórát izézném, tudom, hogy lerágott csont már, meg minden, de nagyon sikeres, és én marketinget is csinál, tehát sikeres abban, amit csinál. A blogok esetében gyakran bőven elég a sikerhez, ha erős a véleményed, és azokról a dolgokról is mersz írni, amelyekről más nem. Ezt írtam. És ez az egyik idézete. Tudjuk, hogy önmarketingben nagyon erős, és kiadott könyveket, blogokra blogolt eredetileg, és hát akkor folytatom azzal, hogy nekem ki az egyik kedvencem. A Téka Stories lány, Bihari Viki. Meg is vettem most az egyik könyvét. Tehát Bihari Viktória, ő egy blogger, a saját életét viccesen tálalta, és könyvbe megírta, aztán hát aztán film lett belőle. Filmet leúzták egy kicsit, hogy szerepelni azért nem kéne jobb író, mint színésznő, de egész tűrhető és vicces volt, szerintem. Ez az új könyve, egy 40-es szingli majdnem elcseszett élete. Igazából még nem kezdtem el olvasni, most jött meg. Tehát ez tényleg egy friss, ropogós könyv. Majd kíváncsi leszek rá, hogy mit hozott ki ebből az új könyvből. Tehát lehet egy blog személyes, tematikus, szakmai, blogregény. A blogregények és a blogkönyvek általában sok helyen fanfictionokként jelentkeznek. Van az a Wattpad felület, nem tudom, ismeritek-e, ott kifejezetten erre szakosodott, és rengeteg ilyen írás jelenik meg. Nem tudom, hogy Wattpados regényből lett-e igazi könyv már, de biztos. 77% angol nyelvű, hát, és nagyon rengeteg olvasó és író van ott. Ja, és egyik ilyen blogregény az Árszintse Erika, Nyár a szemeidben című regény, blogként indult, és a arcvakságról szól. Én elkezdtem olvasni, de én már nem vagyok az a réteg, nagyon tiniknek való. Bán Csaba, égi tünemény, ő a rákos gyerekéről írt, azért írt blogot, hogy fel tudja dolgozni a tragédiát, és sokan vagyunk így, hogy van valami tragédiánk, és elkezdünk írni egy blogot, és valaki inkább csak magának írja, valaki kiadja. Ő kiadta végül könyvként. Nem tudom, mi lett a történetének vége, de
sajnálatos, hogy ilyen tragédiák megtörténnek. Donászi Franciska nevét említettem, ő írta a Csókvírus novellás kötetet, és szerinte, aki jó blogger, nem feltétlenül jó író is. Témától, stílustól is függ. A blog szerinte közelebb áll az újságíráshoz, a jó újságíró se feltétlenül jó. Róna Fájőr, ő már nagyon benne van a blogolásban, illetve a könyvírásban. Ő írta a Switch, a Vörös Glória, Piros Lámpás Gyilkosságok, és most a negyedik regényén dolgozik. Ő írta, hogy pár sorban le tudnak az emberek írni, van egy ötlet, egy sztori, az nem biztos, hogy 300 oldalon keresztül érdekesen le tudják ki majd írni. Tehát nagy különbség van a blogger és az író közt. Bagó Tünde 8 éve írja az Életsója blogot, és ő írt a Bódeni Tóról először magyar nyelvű útikönyvet, a saját élményeink keresztül, úgyhogy hogy a férje fotózta a tájat és őt. Várfalvi Emőke mese blogger, a Várfalvi meséket írta, vagy írja. Az egyik versét fel is olvasva, nem baj. Bocsánat. Mit eszik az unikorn is? Szivárvány színszalmát. Elropogtat mellé még zöldsárga és piros almát. Szászín szörpjét langyos zápor cseppjeiből keveri, felhőhabos fénypohárban, cukor nélkül szereti. Már jó néhány antológiát írt, és nyomtatásban van az első könyve, mégpedig a tengernyi történet. Ha írtok blogot, ti miért kezdtetek el írni blogot? Mi volt a célotok, ha volt ilyen? Kedvenc író, kedvenc blogja. Mi a különbség a blogger és az író közt? De valaki azt írja, hogy ő nem olvas, csak ír. Nem tudom, erről mi a véleményetek, aki olyan író, aki nem olvas másokat. Az hogy várhatja el, hogy őt is olvassák?